Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás, ahol megnézzük azt, hogy mi várható szeptember hónapban. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ez a férfi utal a lelki társadra, vagy a férfiakra. Itt a fejed fölött lévő kártyák jelentik a gondolataidat. Itt a gólya a változásokra utal. Szeretnél valamit megváltoztatni a környezetedben, vagy megváltoztatod a gondolataidat, a terveidet, vagy a külsődet, de lehetnek nagyobb változások is, egy költözködés, vagy egy munkahelyi változás. Itt megjelenik a gondolatodban a lovas férfi is, ami jelenti a mozgást, hogy előre mennek az események, vagy valami, vagy valaki útban van hozzád. Ez a kártya mindazt jelentheti, ami mozog, például egy sport, tevékenység, vagy egy utazás, változások, esetleg egy autó vétele vagy eladása. A férfi gondolatában megjelenik a kutya, ez jelenthet háziállatot és vagy szimbolizálja a hűséget, esetleg az ő baráti körét. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét szeptember hónapban itt felül látható egy hír, vagy egy szerződés, vagy egy dokumentum útban van hozzád. Itt a kulcs azt jelenti, hogy biztos lehetsz ebben. Ezzel a kulccsal ki lehet nyitni valamit. Ezek a lehetőségek, és a nap megvilágítja ezeket a dolgokat. Itt a csillagok szerencsét hoznak, vagy jelenthet egy spirituális területet is. A kereszt, a hitedet, vagy a döntéseket. Amikor elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a nap megvilágítja az utakat, megkönnyíti a döntéseket. És a gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy egy új irányt, egy új kezdetet, és a kutya kihat az ismerősökre, a baráti körre. Ami a fát illeti, az jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. A fa jelenti az egészségügyi témákat is, vagy ezen a területen dolgozol, és lesz egy munkahelyi változás, vagy lesznek fontos döntések. Azt is jelentheti a fa, hogy te vagy valaki a családban beteg volt, de a gyermek az olyan, mint egy újjászületés, és a nap jelenti az élet erőt, tehát megvan a gyógyító erő. Második hét szeptember hónapban itt látható. A gólyák jelentik a változásokat, amit te tervezel. Itt van a nyilvánosság, megjelensz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged. A torony lehet egy személy, aki magas és sovány. Itt lehet egy találkozás a nyilvánosságon. Amit a torony még jelent, egy magas épület, ez lehet egy hivatalos dolog, vagy iskolázás, vagy egy bírósági ügy, és itt van a tisztaság, itt tisztázódnak bizonyos dolgok. A virágcsokor útban van hozzád, ez lehet egy meghívás, vagy lehet egy ajándék is. És itt a koporsó vagy egy örökösödési ügy, vagy jelenthet egy régi témát, hogy valaki visszatér a múltból. Ami a férfit illeti, előtte az utak jelentik az ő döntéseit, vagy azt, hogy útban van hozzád. Itt a hátam mögött a hegy jelenti még nála a problémákat, de ez elmúlik, hiszen a koporsó lezárja ezeket a gondokat. Harmadik hét, szeptember hónapban itt látható. Előtted van ez a könyv, ez jelentheti a tudást, vagy egy továbbképzést is. De a könyv jelentheti az ő zárkózottságát, vagy te vagy zárkózott, esetleg utalhat a kígyóra, egy nő a környezetedben, aki eltitkol előled valamit, sőt itt megjelenik a hamisság. Ami a szeretetet, a szerelmet illeti, itt nagyon erős a vonzalom, és a madarak jelentik a beszélgetéseket. Nem csak a szerelem erős, hanem a halak is, és a halak jelentik az anyagi dolgokat, hogy a pénz útban van hozzád, erősebb, tehát van nyeremény. És itt a hold utal az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre, és a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, hogy ő visszatér hozzád, de a gyűrű lehet egy szerződés is. Utolsó hét, szeptember hónapban itt alul látható. Itt a ház jelenti az otthonodat, a környezetedet, vagy a családod. Itt a környezetedben jelenik meg a ravasznő. Valamit eltitkol előled, rossz szándékokkal közeledik hozzád, és itt vannak a viták, meg a veszekedések. De szerencsére megjelennek az egerek, és ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Azért légy óvatos, hogy ki közeledik hozzád, de az egerek segíteni fognak ezt a hamis szemét eltávolítani. Sőt, itt van a remény, vagy egy utazás, ami szerencsét hoz. A szerencse itt látható a szívnél és a halaknál, tehát szerencse a szerelmi élet területén, szerencse a pénzügyi dolgoknál és egy utazásnál. Itt van még a felhő, ami azt jelenti, hogy valami még azért átláthatatlan, különösen ami az ő döntéseit illeti, de a kassa elvágja a felhőt, eltávolítja ezeket az eseményeket, és itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok horgonyozni. A horgony jelenti gyakran a munkát, a hivatást, és itt látható egy szerződés. Összefoglalnám, hogy mi várható szeptember hónapban. Valami vagy valaki útban van hozzád. Ez lehet egy hír, egy szerződés, szerencsét hoz, tisztázódnak bizonyos dolgok. Megvan a gyógyító erő, ez a férfi döntéseket fog hozni, útban van hozzád. Itt vannak még régi témák, de tisztázódnak a dolgok, lesznek változások. Tanulni fogsz valamit, itt lesznek beszélgetések az anyagiak terén, vagy ami a párkapcsolatot illeti, itt vannak az elképzelések, ami megvalósul, hiszen itt vannak a jó kapcsolatok. Légy óvatos ezzel a nővel, mert közeledik hozzá, de hamis, nem bízhatsz meg benne. De az egerek segítenek abban, hogy ez a nő eltávolodjon. Itt lehet egy utazás, szerencse a szerelemben, az anyagiak terén, és mindaz, ami átláthatatlannak tűnt, elmúlik, és lehet itt egy munkahelyi változás is. És ez volt a havi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!